Tiszteltel köszöntöm a Williams Televízió valamennyi kedves nézőjét. Önök a Kikötő című magazin műsorunkat láthatják. Folytatjuk továbbra is azt a műsorsorozatunkat, amelynek témája az önkormányzati választásokkal kapcsolatos kampány. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Gál Zsolt urat, Ecser polgármesterét. Üdvözlöm a Williams Televízió nézőit én is. Kedves nézők, bizonyára tudják, hogy Áder János köztársasági elnök október 12-ére írta ki az önkormányzati választásokat, és a törvény szerint ezelőtt 50 nappal, azaz az augusztus 23-ától indul a hivatalos kampány. Ennek a része a mostani műsor is. Beszélni fogunk az elmúlt 4 esztendő eredményeiről, sikereiről, kudarcairól, hiszen bizonyára olyan is volt, ami Ecseren nem valósult meg, és egy kicsit a jövőbe is tekintünk. Ebben lesz partnerünk Ecser polgármestere. Polgármester úr, milyen volt az elmúlt 4 esztendő Ecseren? Hát nagyon mozgalmas volt az elmúlt 4 esztendő. Én amikor első ciklusos polgármesterként elvállaltam ezt a feladatot és jelentkeztem, hogy megmérettetem magam, akkor egy stabilan működő önkormányzati rendszerbe gondoltam a további létemet, illetve az önkormányzat és a település létét. Ezzel szemben 2010 végére, 11-re látszódott már, hogy az önkormányzati rendszer átalakul. Ez az átalakulás minket is jelentősen érintett. Nagyon sok olyan változás történt, ami a hétköznapi életünkben jelentkezik. Szerencsére ebből a lakosok kevesebbet vettek észre, mint amit az önkormányzati dolgozók, illetve mi is észrevettünk, de ez jelentősen mozgalmassá tette az első mondjuk 2 évet az önkormányzati ciklusunkban. Azt mondja, hogy átalakult ez az önkormányzati működés. Erre hatással volt az adósságkonszolidáció? Tehát, hogy a források érkeztek, illetve az adósságtól mentesült a település? Hatással volt, nekünk nem volt adósságunk, tehát mi azon kevés település közé tartoztunk, akinek nem volt adósságállománya, így ezt nem kellett kompenzálni, de ez egy komplexebb kérdés, amit itt felvetődött. Az első része az, hogy járások alakultak ki. Ugye a járás kialakulásánál Ecser mindig Monor, Gyömrő irányába orientálódott, és most egy új helyzet állt fel, Vecsés lett a járási központunk, aminek nagyon örültünk, mert az első jelzések alapján gyárhoz tartoztunk volna, hát ez teljesen megközelíthetetlen tömegközlekedési eszközökkel, úgyhogy nagyon örültünk, hogy nem gyár lett, hanem Vecsés. Igazából azóta már megépült lehetőségek már biztosítják azt, hogy a lakóink könnyebben el tudjanak jutni. Feladatok kerültek át a járáshoz, emberek, dolgozók kerültek át a járáshoz, aztán feladatok kerültek vissza, új feladatokat is kaptunk. A dolgozói létszámunk nem növekedett, tehát ez egy szintén nehezítés, hogy kevesebb fővel, kisebb létszámmal kell ellássuk a feladatainkat. Illetve ami nagyon érintett minket, ez a feladat alapú finanszírozásra tért át a kormányzat. Ez azt jelenti, hogy egy-egy feladatra konkrétan kapjuk meg a támogatást, nem egy nagy kalapba érkezik meg a pénz, és az önkormányzat osztja be, hanem megvan, hogy mire költhetjük el ezeket a pénzeket. Ez azért nehezítés, mert itt a helyi önkormányzati adóbevételeket is a kormányzat beszámolta, hogy azok vannak, és azoknak a mértékére is épített egy adóerőképesség, mint kifejezés jelent meg a közigazgatásban, ami alapján bizonyos feladatokra csökkentett támogatást kaptunk, mondván, hogy adóbevételből ezt pótolni tudjuk. Ezek főként a kötelező feladatok ellátását jelentette, vagy jelenti, és az önálló önkormányzat által önkéntesen elvállalt feladatokra a további bevételekből juthat, vagy jut pénz. Ehhez jött hozzá az adósságkonszolidáció, amiből mi kimaradtunk, és ezt nehezményeztük is minden fórumon, hogy azok a települések, akiknek a gazdálkodásában valamilyen hiba folytán, vagy beruházás okán adósság keletkezett, azokat most kompenzálják, és tulajdonképpen elengedik. Nekünk meg ilyen nem volt, hogy akkor ennek olyan negatív üzenete volt számunkra, meg a lakosaink számára is. Ezért jeleztük ezt az összes fórumon, ahol tehettük. A kormányzat szerencsére átgondolta ezt a kérdést, és a kimaradt településeknek a kompenzációjára is szánt forrást. Ebben először a 2000 fő alatti települések kerültek bele ebbe a kompenzálásba. Aztán a megmaradt pénzből szerencsére mi is bekerültünk abból a 100 nagyjából 120 önkormányzatból az első 40-ben mi is bekerültünk, aki első évben kapott finanszírozást, ez 112 millió forintot jelent. Ez
igazából nekünk útépítésre fog elköltésre kerülni nagy részt. A tervek készen vannak, és most már a közbeszerzési kiírás a napokban elindul, úgyhogy remélhetőleg a szeptemberben az építkezést is ebből a pénzből meg tudjuk valósítani, el tudjuk indítani. Nyugodtan mondhatjuk, ez is egy igazi eredmény az elmúlt évben. Igen, azt gondolom, hogy igen. És akkor már folytassuk az eredményekkel, és már beszélt a családközpontú településről, mint programjuk egy részéről, ez összefügg az egyesületi élet fejlesztésével, tehát az egyesületi közösség élet fejlesztésével. Ez hogy néz ki mostanában egy cserem? Említett ez a családközpontú település, ez a programunk egyik oszlopos része volt. Itt az önkormányzat területén több kis egyesület működik. Ezeknek az egyesületeknek a támogatási rendszere volt az első, amit átdolgoztunk. 2011-től az önkormányzatnál pályázhatnak támogatásra az egyesületeink. Bizonyos programokra, fejlesztésekre, illetve a működésükre tudunk így, hát az ő szempontjukból jelentős támogatásokat adni. Az önkormányzatnak ez nem egy olyan óriási kiadás. Ugyanakkor ez egy olyan gesztus volt az egyesületek felé, amelyel hát felhívtam őket, mondhatnánk, hogy felhívás keringőre, hogy mi tudunk adni valamit, cserébe viszont elvárjuk azt, hogy együtt tudjunk működni. Ez az együttműködéshez igazából nem kellett ez a mondjuk ráhatás, az egyesületek tagjai örömmel vették ezt a kezdeményezést, amikor először leültünk és átbeszéltük, hogy milyen feladatok vannak. Azóta minden évben az éves programokat egyeztetjük, a rendezvényeinket egyeztetjük, most már közösen szervezünk az egyesületek közül némelyikkel különböző rendezvényeket, mondjuk a szemétszedési akciótól kezdve a egyes községi rendezvények, mondjuk a lakodalmas dárcverseny is egy ilyen, ahol több egyesület is bevonásra kerül, és hát örömmel tudjuk így az ő általuk elért lakosokat is bevonni a közéletbe. Ugyancsak a programok része az úgynevezett megfizethető közművek, tehát több közműszolgáltatás díját is, ha jól tudom, csökkentették. Kettőnél tudtuk csökkenteni, egynél pedig bővítettük ugyanazon az áron a szolgáltatási kört. Itt a víz és csatorna díj az, amit csökkenteni tudtunk. Erre nagyon büszke vagyok, egy hosszas küzdelem után, közel 3 éves küzdelem után sikerült elérnünk azt, hogy a Gyömrői Térsége Vízi Közmű Kft. Után új szolgáltatóval csökkentett vízdíjjal tudjunk nekifutni a 2013-as évnek már. Itt a problémát az jelentette, hogy ebben a Gyömrős térsége vízi közműben tag volt az önkormányzat, és nem tudtunk belőle kilépni, illetve nagyon nehezen, és az új szolgáltatóhoz átkerülni. Időközben átalakult a víz szolgáltatásról szóló törvény is teljes egészében többszöri lépcsőben, úgyhogy ez tovább nehezítette a kérdést, de itt el tudtunk érni egy 20% feletti díjcsökkentést, ez megelőzve a kormányzat rezsicsökkentését, tehát erre külön büszkék vagyunk. A másik ilyen szolgáltatás a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a zöld hulladékházhoz menő zöld hulladék elszállításának a bevezetése. Szelektív hulladékgyűjtés volt egy során, csak ezt ki kellett egészíteni, hogy a zöld hulladék problémáját is kezelni tudjuk. Itt nem tudtunk díjat csökkenteni, viszont belekerült a szolgáltatásba a zöld hulladék elszállítása változatlan áron. Azóta itt is volt már díjcsökkentés, és a lakosaink remélem nem nagyon érzékelték, de többszöri szolgáltatóváltás is történt. Itt a törvényi változás szintén beleszólt, úgyhogy az először régen Áza szolgáltatott nálunk, aztán a Kaposvári Városgazdálkodási ZRT, aztán ismét az Áza, és most a Vertikál ZRT, tehát itt sokszor változtak a szolgáltatók. Remélhetőleg ez nem okozott nagyobb fennakadásokat. Programjuk harmadik része pedig a hatékony működés volt, erről már részben beszéltünk a beszélgetés első részében, ez pedig összefügg az élhető település szlogennel. Élhető település egyszer? Én azt gondolom, hogy igen, egyre inkább élhető település, és bízom benne, hogy a lakosaink is ezt látják és tapasztalják. Ugye itt az élhető település kép az arról szólt, hogy először is a településünknek legyen egy arculata. Ez az arculata, ez egy nehezen megfogalmazható egy ilyen alvó település esetében, hogy mi lehet az a pont, ami mindenkinek sajátja lehet. Elkezdtük a település központnak a felújítását, ott az utat, parkot parkosítottunk egy kicsit, sétányt alakítottunk ki, és az egyesületekkel összefogva közösen az egyesületi felajánlásból elkészítettünk egy lakodalmas szobrot, amely
igazából ecseri elképe, tehát hogyha a világba bármerre járunk, akkor az ecseri lakodalmast, mint kifejezés biztosan hallották, vagy ismerik, és ennek állítottak egy emléket, egy tulajdonképpen települési jelképet az egyesületek. Itt az önkormányzat külső cég támogatással, illetve az egyesületek támogatásával tudta ezt megvalósítani. Azt gondolom, hogy egy szép képet ad a település központnak ez a szobor. De hát további lehetőségekben is gondolkodunk, és gondolkodnak az egyesületek is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Az élhető településhez kapcsolódóan, illetve a családközpontú településhez kapcsolódóan kell megemlítsem a játszótereinket. Egyszerűen a játszótér kérdése az kardinális kérdés volt. Az előző önkormányzati ciklus végén az iskola udvarán ki lett alakítva egy játszótér, nehezen használható. Most ebben a ciklusban két játszóteret tudtunk megépíteni, mind a kettő támogatással, tehát mind a kettőhöz volt némi forrásunk. Ez nagyon fontos az új település részén, a Kálvária lakodombon a most induló útépítés előtt egy játszóteret tudtunk kialakítani, hogy ők is érezzék, hogy Ecserhez tartoznak. Ez egy fontos elérendő cél, és remélem, hogy ebben is sikerült lépéseket tennünk. És ha már említette az arculatot, hogy Ecsernek minden megfelelő, nem szebb arculata legyen, meg kell említenünk a Szép Kert, Tiszta Környezet projektet, és viszont azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ide tartozik ez is. Igen, azt gondolom, hogy ez is egy fontos része. Több olyan lehetőségen gondolkodtuk, hogy hogy tudjuk a lakosokat bevonni. Próbáltunk mindenféle akciókkal szebbé tenni a környezetünket. Ugye az önkormányzat nem tudja azt felvállalni, hogy minden lakos előtt rendezi a közterületet. Persze a fűnyírást azt megoldjuk, de egyéb feladatokat nehezen tudunk felvállalni, a parkokkal is nehezen boldogulunk, és ebbe próbáltuk bevonni a lakosokat. Virágosítással közösen a szlovák önkormányzat most virágokat osztott, illetve mi próbáltuk ezt a Szép Kert, Tiszta Környezet. Hát ez egy pályázat igazából, amelyre jelentkezhetnek a lakók, illetve a környezetben lakók is bejelölhetnek szomszédokat, és akkor egy bizottság kimegy, megnézi, és hogyha megfelelőnek találja, akkor kap egy ilyen emléktáblát, amivel tulajdonképpen a házára feltéve megemlékezhet, hogy ebben az évben megkapta ezt a díjat. Az volt a célunk, hogy ha valahol szépül egy utcarész, akkor remélhetőleg a szomszédok is látják, hogy hú, ott milyen szép, akkor én is megcsinálom, és egy ilyen öngerjesztő folyamatnak tulajdonképpen mentünk az elejére, hogy hát ha ezzel szebbé tudjuk tenni a településünket, azt gondolom, hogy ebben is megmozdultak a lakóink, és egyre több olyan utcaképet láthatunk, ami hát hiszem egy gyönyörködtető. Polgármesterről pár percünk maradt. Kicsit gyorsítunk a beszélgetésen, eredményekről beszéltünk. Mi az, ami mégis elmaradt az elmúlt 4 évben, ugyanakkor célként tűzték ki? Tehát mi az, ami átível a következő, immár 5 éves ciklusra feladatként? Hát több olyan dolog van, ami átívelő. Igazából ebből talán a legfontosabb ez a zajgátlás, a zajvédelem. A repülőtérrel folyamatosan egyeztetünk, ez minket olyan mértékben, mint Vecsést ülött 17. kerület szerencsére nem érint, de azért itt is vannak tennivalóink. A vasút társasággal, MÁV-val próbáltunk egyeztetni a zajgátló falnak a megépítéséről, illetve több egyéb projektről is egyébként, erről folyamatosan nagyon nehéz ezzel a szervezettel együttműködni. Itt igazán a zajvédő fal megépítésére nem kaptunk, hát még csak ígéretet sem. Amit el tudtak érni ezek az új motorvonatok, ezek lényegesen halkabbak, tehát remélhetőleg kevésbé zajterhelt a település erről a részről. Ahol tudtunk tovább lépni, az az M0-ás zajvédőfal. Itt jeleztük a közelmúltban a nemzeti útépítő cégnek, hogy itt probléma van, ezt többször jeleztük már egyébként. Most már abban a stádiumban van, hogy megvannak a tervek és az engedélyezés, úgyhogy én bízom benne, hogy áthúzódóan ugyan, de rövid időn belül elkészül ez a zajvédőfal magasítás. Függetlenként indult 4 évvel ezelőtt, és a jól tudom, függetlenként is szeretné folytatni. Mégis milyen kampányra számít? Függetlenként indultam, és most is így fogok, és azt gondolom, hogy egy ilyen kis településen, mint Ecser, itt mindenki Ecserért kell, hogy dolgozzon, és itt a pártpolitikának nem lenne szabad, hogy
képek husszon a közéletbe. Én azt gondolom, hogy a kampány az, hát az eddigi évektől, vagy eddigi kampányoktól eltérően sokkal nehezebben viselhető lesz a lakosoknak is. Ezt már látjuk, egy éve körülbelül elindult már egy lejárató kampány hadjárat ellenem. Én azt gondolom, hogy a lakosok látják, hogy az a sok hamis vád, azok az állítások, amelyeknek az alapja hát legtöbb esetben teljesen légből kapott, ezek nem valósak, és bízom benne, hogy ezt érzékelve ők túllépnek ezen a problémán. Mostani elgondolásom szerint nehéz kampány elé nézünk. Polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt, és most lehetőséget tudunk önnek, hogy a következő percekben a választópolgárokhoz, az egyszerű választópolgárokhoz forduljon, és elmondja, hogy mit szán a következő 5 esztendőre. Mit ígér? Tőlem megszokhatták, hogy nem szoktam ígérni. Az előző választási kampányunkban is inkább lehetőségeket emeltem ki, és ezt fogjam tenni ebben a kampányban is. Azt gondolom, hogy az ígéret az maradjon a politikai pártoknak a szintere. Én inkább azt mondanám el, hogy mik azok a kérdések, amelyek foglalkoztatnak, melyek azok, amelyek megoldásra várnak, és amelyekben mindenképpen azt gondolom, hogy lépni kell. Ilyen a csapadékvíz elvezetése, a napokban ezt megmutatta az esőzés, esős idő, hogy ez probléma. Ebben mindenképpen tovább kell lépni. Megvannak a terveink a település jelentős részének az elvezetésére, illetve azok az elmaradt előző, mondjuk néhány évben elmaradt kivitelezések az előző ciklusban igazából azokat be kell fejeznünk, tehát ez egy fontos kérdés, amit meg kell építenünk. Fontos kérdés az ivóvízhálózatunknak a folyamatos felújítása. Az elmúlt 10 évben erre nem költött az önkormányzat és az előző szolgáltató sem. Ebben mindenképpen azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk, és ennek egy ütemezett rendszerben ezt meg kell valósítanunk. Folytatnunk kell az útépítést, a járdaépítést és az intézményeinknek a felújítását. Most az egyes óvodánk felújítása befejeződik, úgyhogy tovább tudunk lépni. Van még egy iskolánk, egy önkormányzatunk, orvosi rendelőnk, aminek a felújítása még előttünk áll. Ezeket mindenképpen azt gondolom, hogy ütemezetten el kell kezdenünk, és ezeket meg kell valósítani. Polgármester úr, köszönjük szépen, gratulálunk az elmúlt 4 éves ciklusban elért sikerekhez, illetve sok sikert kívánunk az október 12-i választásokhoz, és remélhetőleg a következő 5 esztendőhöz is. Köszönöm szépen, és még egy utolsó gondolat a lakosokhoz, arra biztatok mindenkit, hogy menjenek el október 12-én, és válasszanak. Válasszanak annak megfelelően, hogy ki az, aki leginkább ecser érdekeit tudja képviselni, és válasszanak annak megfelelően, hogy ki az, aki az önök érdekeiben, az önök kéréseinek megfelelően fogja ellátni ezt a munkát a következő időszakban. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az elmúlt 20 percben Gál Zsolt Ecser polgármestere volt vendégünk, és az eredményekről, az elmúlt 4 év eredményeiről, valamint a következő 5 esztendő feladatairól is beszéltünk, hiszen október 12-én önkormányzati választások lesznek. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!